ellen már itt is van velünk a Berceli Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, Batta Tibor. Köszöntjük. Sok szeretettel köszöntjük a stúdiót. Köszönöm a nézőket is. Galga, bocsánat, Bercelnek a Széchenyi István Általános Iskolájáról fogunk beszélgetni a következő percekben. Mit lehet tudni az általános iskoláról, illetve mióta van már ez az általános iskola? Az általános iskola történetéről annyit érdemes tudni, hogy 1948 után, az államosítás után a római katolikus népiskola helyét egy állami általános iskola vette át. Több épületet is használtak a településen. Bercelről köztudott, hogy kastélyos település, tehát főleg az államosított kastélyokban kapott helyet az általános iskola. A 80-as években az egyik a alsó tagozatot részesített előnyben, a másik a felső tagozatot, és amikor az épületek katasztrófa védelmi helyzete már problémás volt, akkor úgy döntött az akkori tanács 89-ben, hogy el kell kezdeni azokat a terveket felállítani, amelyek egy új, minden igényt kiszolgáló általános iskolát hoznak majd létre, és 94-re sikerült a terveket kézzelfoghatóan megvalósítani, tehát 94-től ebben az épületben vagyunk, ami végül is a gyerekek oktatására, nevelésére tökéletes, hiszen ez épp iskolának épült. Talán itt a környéken ez az egyedüli, ami iskolának épült. Nagy aulával rendelkezünk, nagyon szép világos tereink vannak, és a közösségi terek megfelelőek ahhoz, hogy igazán olyan közösségi programokat szervezzünk a gyerekeknek, melyekben megtapasztalhatják a közösséghez tartozás élményét. Miben nyilvánul meg ez a gyermekközpontú, gyermekcentrikusság, amit az előbb is említett? És még mielőtt válaszom, bocsánat, annyi, hogy egy kicsit közelebb kéne beszélni, úgy a mikrofon, hogy minden rendben. Nézünk jól hallja. Rendben, rendben. A gyerekcentrikusság, megpróbáljuk a gyerekeket a jelenlegi élet kihívásai elé, vagyis úgy olyan oktatásban, nevelésben részesíteni, hogy megfeleljenek azoknak a társadalmi, gazdasági elvárásoknak, melyeket a folyamatosan változó világ állít köréjük, vagy eléjük. Tehát ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk őket felkészíteni a mindennapi élet viszontagságaira. Egy olyan öntanuló szervezetté tudjanak fejlődni, amely az élethosszig tartó tanulást mindenképp előnyben részesíti. Igazából legfontosabb számunkra a közösségi értékeknek a megélése, hiszen megpróbáljuk azt megvalósítani, hogy a gyerekek Bercelen maradjanak. A vidéket meg kell menteni, és mi ezt tekintjük egyik fő elvárásunknak, hogy a gyerekek vidéken tudjanak maradni, hiszen ez is egy élhető hely, nem feltétlenül fontos mindenkinek urbanizálódni és városba költözni. Ekkor a térséget mondjuk így lát el most ez az iskola, tehát mely településekből érkeznek az iskolába? A környező települések, tehát Nógrád megyének ez a része, a belső Cserhát egy apró falvas település szerkezetű terület. Ez azt jelenti, hogy 3-4, maximum 5-6 kilométerre vannak egymástól a települések. Kis települések nem feltétlenül tudták fönntartani megfelelő mértékben gyerekek létszámánál fogva a iskoláikat, ezért Berce, mint ahogyan egyébként is gazdasági és kulturális tekintetben egy kitüntetett szerepet játszik, ugyanígy oktatásban is, tehát a környező településekről, Vanyarcról, Galgagutáról, Nógrádsápról is van gyerekünk, Nógrádkövesdről és Becskéről. Tehát ezekről a településekről érkeznek gyerekek, nem csak hozzánk természetesen, más iskola is van, amelyikbe mennek, akiknek azok az értékek, amelyeket mi fontosnak tartunk, ők ezt tekintik célnak, azok hozzánk érkeznek. Hogy egy kicsit az oktatásról is beszéljünk, manapság ugye nagyon szokták mondani, illetve kiemelni, hogy nagyon fontos a nyelvoktatás. Ez hogyan valósul meg az iskolában, illetve mikor kezdődik? Az iskolában nálunk már első osztálytól kezdve elkezdjük a gyerekeknek az angol képzését. Nagyon alapozó képzés ez, játékos formában, szabad foglalkozások keretében tanítják a tanítónénik angolul a gyerekeket, nem írni tanulnak, hanem csak ismerkedjenek a nyelvvel, ismerkedjenek magával, a szóhasználattal, játékos módon dalokat, mondókákat tanulnak,
azért, hogy megszokottá váljon számukra az angol nyelv, és negyedik osztálytól kezdjük, mint ahogyan ez a nemzeti alaptantervben rögzítve van, negyedik osztálytól kezdjük az angol nyelv oktatását rendesen tanórai keretben. Délutánonként szakköröket biztosítunk, és hát el lehet mondani azt, hogy gyerekeink most az alapfokú nyelvvizsgára készülnek, tehát nagyon jó képzésben van részük. Ezzel is megpróbáljuk őket felkészíteni a középiskolai elvárásokra, illetve hát az életre, hiszen angol nyelvtudás nélkül ma egy magasan kvalifikált pozícióba már nagyon nehéz bekerülni. Ebből a térségből, Bercelről a középiskolák, melyik középiskolákat választják általában? Igazából két nagyváros van a környékünkön, ahová a gyerekek mennek tovább tanulni. Az egyik Balassagyarmat, hiszen a közlekedés Balassagyarmatra a legjobb, a másik pedig Vác. Vácra egy kicsit problémásabb a közlekedés, azonban akik műszaki téren szeretnének tovább tanulni, még mindig Vácra próbálnak meg orientálódni, hiszen ott egy nagy múltú iskola várja a gyerekeket, és hát büszkén mondhatom, hogy a gyerekek olyan központi felvételit írnak, amivel aki be szeretne kerülni, ebbe az iskolába be is tud kerülni. Magáról a közösségi életről mit lehet tudni az iskolán belül, esetleg akár a szakkörökről, illetve vannak-e közös projektek, amikor nem csak osztályszintű dolgok vannak? A Balassagyarmati Tankerületi Központ a fenntartónk, minden eszközt és minden financiális alapot megad arra, hogy minél jobban működjön az iskola közösségi élete. Megnyilvánul ez abban, hogy nagyon sok közös pályázatot nyújtunk be. Itt a Balassagyarmati Tankerület nyújtja be a pályázatot, és mi vagyunk a pályázatnak a kedvezményezettjei, de a berceli civil szervezetekkel is nyújtunk be pályázatokat. Például ezek közül érdemes megemlíteni a külhoni magyaroknak a meglátogatását, Erdélybe jutunk el, Felvidékre jutunk el, Kárpátaljára vittünk szeretetcsomagot. A gyerekekkel már most megpróbáljuk ezeket az értékeket megismertetni, hogy a adományozás az az ember lelkének mennyire jót tesz. Ezen kívül az egyik legfontosabb társasági eseményünk, amely nem csak Bercelen, hanem most már a környéken is az egyik legkiemelkedőbb kulturális és társasági esemény. Ez a jótékonysági rendezvényünk. Erre a nyolcadikosok egy tánccal készülnek, nyitó tánccal, táncruhát bérlünk nekik, több mint 100 000 forintos keretből, és nagyon magas nívójú ez a rendezvény. Minden osztály egy táncos zenés produkciót ad elő, és igazából ennek van talán a leginkább közösségkovácsoló hatása. Nem is az a legjobb érzés, amikor látja az ember a produkciót, amikor látja azt az 5-600 embert, akik kíváncsiak a gyerekeikre, kíváncsiak a településen tanuló gyerekekre, hanem amikor készülnek, hiszen akkor kovácsolódnak az osztályok egyé, akkor alakul ki a közösség, és akkor élik meg a közösséghez tartozás élményét ezek a gyerekek. Itt volt velünk korábban Jánvári Magdolna is, bercei polgármester, és ő is említette, hogy az általános iskola és tulajdonképpen Bercel önkormányzata, bercei város vagy vezetés, Bercelnek a vezetése azért összefognak. Ez miben valósul meg? Közös rendezvényeket tartunk. Azt mondhatom, hogy az egyik legkiemelkedőbb ilyen rendezvényünk, amelyet közösen szervezünk, az a március 15-i ünnepség. Most nemrégiben volt ugye március 15-e, és egy nagyon felemelő műsorban lehetett mindannyiunknak része. Igazán más oldalról közelítette meg a műsor szervezője a március 15-i műsort, és a falu apraja nagyja a településről nagyon-nagyon sokan eljöttek, majd közös szervezésben valósult meg a fáklyás felvonulás, koszorúzás. Ez is egy közösségi élményt ad nem csak a gyerekeknek, hanem a falu egészének. A másik közös rendezvényünk a településsel az a gyereknap. Települési gyereknapot tartunk az általános iskolának az udvarán. Erre is az önkormányzat biztosítja a financiális keretet. Egész nap játszóház van, ugrálóvárak vannak, vízicsocsó, kézműves szakkörök, arcfestés, és a szülői munkaközösség és a berceli önkormányzat közösen adják azt a hátteret, amellyel könnyű ezt a rendezvényt megvalósítani. Illetve hát talán nagyon lényeges megemlítenem, hogy most Berceli képviselőtestület támogatásával valósul meg a gyerekeknek a nyári nyaraltatása a Balatonparton.
ott is, hogyha a képviselőtestület nem áll úgy oda amellé, hogy a gyerekek ezt a közösségi élményt megismerjék, hogy milyen közösen táborozni 60-80 gyereknek, akkor ezt igazán nehéz lenne megvalósítani, de így teljesen ingyenesen, 5 napig a Balaton parton, reggeltől estig programokkal telve telik a gyerekeknek a mindennapja. Ezeknek a táboroknak egyébként érzi ön is a hatását az iskolán belül, hogy egy igazi közösség kovácsolódik? Igen, igen. Tehát ez, ahogyan visszajövünk, amilyen élménnyel mesélnek a gyerekek róla, és hát a közösségek itt alakulnak ki a baráti kapcsolatok, amire egész életük folyamán visszaemlékezhetnek, és talán ez is teszi vonzóvá, ezek a közösen megélt események teszik vonzóvá azt, hogy a vidéket fel lehet támasztani, és a vidékbe életet lehet lehelni. További sikeres éveket kívánunk, köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.